Ismét állampolgársági eskütételre volt hivatalos stábunk április 3-án. A Pozsony környéki Mihályfán született Kovács Erzsébet tett ünnepélyes keretek közt esküt, hogy miután közel 40 éve Bábolnán él családjával, magyar állampolgár lehessen. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kovács családot, külön tisztelettel és szeretettel Kovács Erzsébetet, akit azért fogadtunk itt ma a polgármesteri hivatal dísztermében, hogy az állampolgársági esküdtétellel a magyar állampolgárságot fogja megszerezni. Szeretettel köszöntelek, Erzsike, abból az alkalomból, hogy Áder János Magyarország köztársasági elnöke a magyar állampolgárság kötelékébe honosított téged, és erről a honosítási okiratot készhez vettük az ő aláírásával. Ezt szeretnénk az ünnepséget követően neked átadni, és magyar állampolgárként, bábolnai lakosként téged üdvözölni. Köszönöm szépen. A magyar állampolgárság út esküdtételével szerzed meg, és ezért kérem, hogy álljál fel, és az eskü szövegét mondjad utána. Tehát én Kovács Erzsébet esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek. Az alaptörvényt. És a jogszabályokat tiszteletben tartom. És megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem. Képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segélyen. Köszönöm szépen. Állampolgársági eskütétel után vagyunk, és megmondom őszintén, hogy nagyon meglepődtem, amikor azt mondták, hogy ma itt állampolgársági eskütétel lesz. Ez ugyan nem szokatlan dolog, ez megszokott dolog, de hogy te rólad van szó. Hát itt laktok már nagyon régóta. Mióta laktok már itt? Már 40 éve. Igen. Mikor jöttél ide? Vagyis hát 89-80-ban jöttem, 80-ban valamikor nyáron. Korábbi időt hol töltötted, hol születtél? Születtem, és Mihályfán laktam, úgyhogy ott éltünk édesanyámmal. Édesapám az korán 6 éves voltam, hogy meghalt. Azt édesanyám egyedül nevelt, és 88-ban, amikor ő is ide jött hozzánk, azt ő is itt lakott velünk, 25 évig majdnem itt volt velünk. Mihályfát hol képzeljük? Dunaszerdahelyi járás, Szerdahelyhez 10 kilométerre van, nincs messze, úgyhogy... Onnét milyen út vezetett Bábolnára? Mert itt hallottuk, hogy... Hát ugye ott ismerkedtünk meg, igen, én Bucsúba ismerkedtünk meg, és akkor ettől kezdve kezdődött az egész úgy, hogy... És akkor 79-ben ott kint Mihályfán volt esküvőnk, és akkor rá egy évire kerültem át, mire a papírok rendeződtek, akkor még nehezebben ment, nem úgy, mint most. Már most könnyebben megy át, televa is átjövetel, úgyhogy és akkor attól kezdve lakunk itt. Először a Tehenesháznál laktunk, és akkor onnan kezdtünk el építkezni. Miért választottátok Bábolnát? Hiszen ha jól tudom, Ádám sem. Ő Békés Csabai volt, mert ő itt volt ismerettsége, itt lakott a keresztanyja Janka néni, kisné Janka néni, az a keresztanyja anyosomnak a testvérje, és akkor azért így ide kerültünk. Ő itt kapott munkát, és akkor itt telepettünk le. Ezt tetszett is ez a hely is. Azért. Gondolom, hogy aztán azóta megszerettétek. Persze, úgyhogy igen. Család, mindenki itt lakik, itt van Bábolnán. Három gyermek, igen, a Tamás, a Petra, meg a Tünde. Hát Tünde, ő elkerült Veszprémbe, ő Veszprémbe lakik a párjával, barátjával. Unoka is van már? Nincsen, hát csak itt van, csak itt volt. Petránál van egy kislány, úgyhogy... És miért tartottad fontosnak, hogy most megszerezd a magyar állampolgárságot? Hát már előbb is járt a fejembe, csak hát nem is tudom miért, nem már jó lett volna, lehet előbb, sőt biztos úgy, hogy... Mert ha valamelyre akarok menni, és akkor útlevelet csináltatni, oda járni ki Szlovákiába, már mondtam, elég ide tartozok, itt vagyok, úgyhogy... Tehát ez milyen problémákat okozott a mindennapi? Igen, hát de azért, hogyha menni valamelyre az ember, ha menni akart kirándulni is, vagy ha valamelyre dolga volt, akkor ez mindig oda menni, úgyhogy most már... Ott már nincs, már vannak keresztüleim, még kint vannak, meg unokatestvérek, de hát már ugye itt van a család, ide köt minden. Mikor kezdeményezted ezt az Tavaly októberben, október 21-én valahogy azt hiszem úgy akkor adtam be Komáromba.
És mivel járt ez? Milyen procedúrával járt? Hát annyi, hogy a anyakönyvi kivonatot, meg a vagy a házassági levelet, ezeket kellett fordítatni magyarra, és akkor ott a többi papírra beadni, akkor Komáromba. Gondolom neked nem kellett ilyen állampolgári vizsgát tenni? Nem kellett semmi olyat. Egyébként beszéled még a szlovák hát nyelvet? Hát valamennyit igen, de azért már mindent alapszinten, azért úgy mutatkozás szinten, de azért már sokat felejtettem, meg még akkor sem valahogy annyira nem szerettem. Rokonsággal, az ottani rokonsággal tartjátok? Tartjuk, persze, igen. Persze. Ők is eljönnek, ugyanott laknak, igen, persze, de hát ők is magyarul beszélnek, úgyhogy ők is magyarul beszélnek, úgyhogy hát persze, hogy tudnak ők is szlovákul nyilván jobban, mert azért ott, ahova járnak, azért ott kell a szlovák nyelv, hogyha mennek valamerre, úgyhogy, de különben azért ők is magyarul beszélnek. Hát összejárunk úgy, hogy találkozunk is minden, meg telefonon tartsuk a kapcsolatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.